Oratórikus emlékezés 1956 vértanú hőseire. Ez az alcíme és a tulajdonképpeni műfaja is az október végi tiszta lángoknak, amelyet több mint 10 évvel ezelőtt írt Nagy Gáspár. A 2007-ben elhunyt nagykanizsai kötődésekkel is rendelkező költő 7 tételből álló liturgikus művét az Énekmondó Együttes dolgozta fel a maga jellegzetes stílusában. És hogy barátkoztam a verssel, egyre jobban rájöttem arra, hogy hát ide bizony rezesek kellenek, mert ők vendégként vannak az együttesben, illetve hát most itt nincsenek ide, egy 100 fős gyerekkórus fog énekelni még ebben. A műsor ötlete a Magyar Politikai Foglyok Szövetségének Zala megyei elnökétől származik. Ez a rendezvény róla. Kisboldog Zoltán szerint a pesti srácoknak 60 év távlatából is fontos üzenetük van a mai fiatalok számára. Azt üzenhetik, hogyha elvesztik hitüket, elvesztik magyarságtudatukat és elvesztik nemzettudatukat, akkor sajnos ez a világ annál kegyetlenebb, hogy megmaradhassanak itt ebben a Kárpát-medencében 1000 év után magyarnak. A nagykanizsai előadás után Zalaegerszegen, Lentiben, Keszthelyen és Lendván mutatják be a műsort, amellyel az idén 40 éves énekmondó együttes elsősorban a fiatalokat szeretné megszólítani.